Megtartották a városismereti séták ezévi utolsó állomás helyét. A mai napon tartjuk a városismereti sétánk ez évi utolsó időpontját, állomás helyét, amelyet éppen a halottak napjának közelségével egy kicsit mindannyiunk gondolata, figyelme temetőink felé irányul, elhunyt hozzátartozóink felé, és ezért gondoltam úgy, hogy Karcag temetőinek körbejárásával, történetük megismerésével hozzájárulhatunk az érdeklődők részére ahhoz, hogy mindezt megismerjék. Különleges dolog most, hogy itt a zsidó temetőbe kezdhettünk, és itt az elnök úrtól nagyon, nagyon hasznos és nagyon egyedi információkat kaptunk a temetés szokásaikról, magáról a temetőről, és ez követi további utunk a katolikus, illetve református temetőkbe, amelyet körbejárással, történetük megismerésével követhetünk. Bízom benne, hogy valamennyi itt lévő számára érdekes lesz. A temetőben vannak különleges rózsaszín sírkövek is. Karcagi zsidó temetőben közelmúltban egy kutatást végzett Karcagion élő Harsányi Lajos nevű fiatalember, és felmérte a temetőben lévő köveket, készített róluk egy leltárt, és a felmérés alatt derült ki, hogy a általunk igen tetszetősnek vélt és kedvelt rózsaszín kövek, azok tardosi vörösmészkő, vagy más néven sittei vörösmészkő kövek, amik az 1870-es évek második feléből, tehát a gyakorlatilag a 19. század második feléből, utolsó harmadából származnak, és ezeket azért kedvelték, meg azért szerették, mert nagyon erős, masszív kőanyagnak számítottak, viszont ezzel együtt nagyon könnyen megmunkálhatóak voltak. És azt kell róluk tudni, hogy olyan mértékben, abban az időszakban olyan mértékben használták fel zsidó temetőkbe ezeket a köveket, hogy gyakorlatilag egyenértékűvé váltak, tehát ez ilyen zsidó felhasználású, zsidó temetőbe való kőanyagként szerepelt a köztudatban. A karcagi zsidó ütközség életében nagyon fontos az ismeretterjesztés, a zsidó vallás szerint is a tanulás és az ismeretek átadása, ez egy nagyon fontos micva, egy fontos jótett, és fontosnak tartottam ezt évekkel ezelőtt, és a karcagi ütközség vezetősége ebbe támogatott, hogy az egyház nyisson a lakosság felé, nyissuk tágra a kapukat, jöjjenek az emberek, nem csak zsidóvallású, egyéb vallású emberek is jöjjenek a rendezvényeinkre, és ismerjék meg a kultúránkat, ismerjék meg a jelenünket, mondjunk, meséljünk együtt a múltunkról, és így talán egy szebb jövőt építhetünk együtt. Ugye minden vallási eseményen, vagy vallási liturgikus szövegek olvasásakor 10 felnőtt férfinak kell lenni, zsidó férfinak kell lenni jelen. Ugye így a temetőben is a temetések alkalmával meg kell lenni ennek a 10 felnőtt férfi létszámnak. Temetőt látogatni bárki jöhet, tehát ez nem kell létszám, bárki jöhet. Jelenleg a karcagi lakosok, tehát a Karcagon élő zsidó emberek száma kevesebb, mint a 10. Ebbe beleértjük a felnőttet, gyereket, férfit és nőt is.